Ezt akár a legkisebb gyerekeknek is mutathatjuk, ugyanis nagyon érzékenyek ők is erre, hogy a környezetünk folyamatosan és igen drasztikusan most már kezd átalakulni, szennyeződni. Ennek moderezésére tiszta vizet tettek a kísérletet. Mindkét kristálysító csészébe, ez a folyami tiszta víz, folyóink, tavaink tiszta vizet. Amíg ember nem volt a Földön, akkor ilyenek voltak a körülöttünk lévő, környezetünkben lévő vizek. Nem szennyezettek. Nem ember által szennyezettek. Tehát mind a kettőben tiszta víz van. Mind a két csészében. Hogy azt is tudjuk, hogy a víz ma már óriási kincs. És az a kincs, ami nincs. Tehát az, hogy az emberiség az utolsó pár évtizedben úgy megszaporodott, tehát a népesség, azt körülbelül 30 év alatt megduplázódott. 3,5 milliárd volt az emberek létszáma, népsűrűsége a 25-30 éve, most pedig 7,32 századnál tartunk a legújabb adatok, mérések alapján, felmérések alapján. De a 1600-as években, 1645-ben körül, a középkorban körülbelül annyi ember élt a Földön, mint Európában most, vagyis félmilliárd, 550-600 millió ember. Tehát ennyi ember számára még fenntartható volt minden, tisztaság, a folyók, a vizek, a talaj, a levegő, tisztasága is. Két képzőben színes folyadék van, az egyikben olaj, háztartási olaj, akár fáradt olaj, a másikban pedig mosószer. Ez is ugye az emberek által használt tisztító mosószer, adott hozzá egy kis vizet, fölrázom, és jó havos, ugye látszik havos víz. Ezzel mosogatunk, de hasonlóan mosószerek állapota is. Most mind a két tiszta vizet tartalmazó kristálysító csészében helyezek, így óvatosan, egy-egy zsillett pengét, a pengéről tudjuk, borotva pengét, ritkán használnak a már a férfiak ilyet, régen ugye. Ez volt a borotvárhozás alapja, hogy fém acélból készül, tehát a sűrűsége a vas acélnak nagyobb, mint a vízé, és annak ellenére, hogyha ráhelyezzük a tiszta vízre a zsillett pengét, azt tapasztaljuk, hogy gyönyörűen lebeg, úszik a víz felszínén. De csak a tiszta víz felszíne viselkedik így. A másikra is rátéve, ráhelyezve a borotva pengét, gyönyörűen megmarad. Ezt nagyon sok élőlény használja, a tiszta víznek ugyanis van egy ilyen tulajdonsága, mint egy finom hártya, kis részeképpen, tiszta rész felső rétegében hártyát képez, egy kis kifeszített hártya, úgy mondjuk ezt, hogy felületi feszültsége viszonylag magas, nagy, amelyet sok élőlény élőhelyként felhasznál. Gondoljunk csak a mesevilágból ismert, és ezt a kicsik is értik és tudják, vízipók, csodapókok világára, vagy a csodálatos világörökséget képező része tiszta virágzásra, amelyet ugye a kis rovarok ízett lábúak élete, egy-két napig fennmaradó élete, életjelensége eredményez. De csak a tiszta vízben. Gémkapcsot is teszek, hát ez is ugye fémből készül, a víz felszínére, de ez már nem működik úgy, hogy maradok a zsillettpengében. És akkor most jön az ember, az emberi tevékenység. Tehát a tiszta víz, még ember nem volt a Földön, ugye nagyon szépen működtek ezek. Együtt éltek a környezetükkel az élőlények, a kis testvérek, a nagyobb testvérek, az egyszerűek, a növények, az állatok, a gomba. Tehát egyensúly volt a Földön. Az ember megjelent, és használja ugye a mosószereket, habzószereket, rátöltöm a mosószert, akár a kis ízelt lábút, kis molnárkát, kérészt modellező zsillettpengére. Nézzük, mi történik a vígan úszó, felszínen megmaradó zsillettpengével. Egyből esik, és a másikra is került.
úgyhogy most egy picit azt másikra is jutott belőle, kicserélem neki. Tehát lesüllyedt, a habzóvíz ugye egyből szennyezi a víz felszínét, megváltoztatja, és lesüllyedt. Megszűnik az élettér. Megint tiszta vizet teszek, mert egy dobott is mosószer a vízbe, és újra megnézzük. Most ezt olajjal. Az ember az olajat, háztartási olajat, kenőolajat használja, és sajnos a természeti környezetben kiüríti. Nem megfelelő szelektíven gyűjti és tárolja hulladékképpen, hanem megengedett módon a természetes környezetben üríti. Reméljük ez már nem mosószeres, tehát ezt is megint ráhelyezem a tiszta vízre és úszik. És most erre olajat fogok tölteni. Elhasznált háztartási olaj, vagy miért fontos az, hogy megfelelően gyűjtsük és adjuk le olyan helyen, ahol akár még újrahasznosítás van is részt vehet. Tehát az olajat a pengére rátöltve, és akkor itt ugye elég a tankerhajók, a hajók, szállítóhajókban is a kéne gondolni, kiömlik az olaj, és mi történik? A szétterül, ugye az olaj a víz felszínén marad, egyelőre még úszik, megszedi magát, hatalmas területet bevont, szétterül a víz felszínén, elzárja a napfényt az algáktól, hínál, növényféléktől, elzárja a levegőt, az oxigént az állatoktól, és gyakorlatilag az életterüket is megszünteti, és az életfeltételeiket is. Nem azonnal süllyed le, tehát megszedi magát, úszik egy ideig, és utána pedig szépen elsüllyed. Míg a habos, habzó víz, mosószeres vízben, a zsivátpenge, a borotvapenge, amely jelképesen ugye a víz felszínén élő élőlényeket modellezik, egyből elsüllyed. Tehát itt az olaj, étolaj, fáradt olaj hatására megszedve a zsivátpenge egy idő után elsüllyed. Tehát az ember tevékenysége során nagyon gyakran használja sajnos szennyezés, itt nincsenek országhatárok. Tehát sokszor hallottunk már vízszennyezésről, ugye részt vesznek ebben nyilván a szomszéd országokban lévő üzemek és iparágak, ugyanúgy a magyarországi létesítmények szennyezik a természetes vizeinket, talajt, és ugyanezt érik el. Tehát akár a cián szennyezés, a tiszai cián szennyezés, gondolunk, vagy a Ráva környéke, Győr melletti vidékről, Ausztriából átszivárgó gyárakból, habos vizek, habzott a Ráva. De gondoljunk csak a magyarországi Devecser, Kolontál, Vörösiszap balesetekre, katasztrófákra, természeti katasztrófákra. Ezek mind élettereket, élőhelyeket szüntetnek meg. Országhatárok.